Bejelentés. 2026-ig évi 300 millió forint sporttámogatás érkezik Nyíregyházára. Emléktábla. Normantas Pauliusra emlékeztek hétfőn a Városi Galériába. Adó 1%. Egyre többen választják az online felajánlást. Híradó a Nyíregyházi Televízióban. Jó estét kívánok! Évi 300 millió forintos sporttámogatást kapott a következő 6 évre a Nyíregyházi Sportcentrum. Az összegből hosszú távon kiszámíthatóan tudják majd finanszírozni az élsportot, az utánpótlás nevelést, de akár a szakemberek bérét és járulékait, vagy a sportlétesítmények fejlesztését is. 17 vidéki sportegyesület, köztük a Nyíregyházi Sportcentrum is jelentős kormányzati sporttámogatást kapott. A kiemelt vidéki sportszervezetek között 2021-től 2026-ig a sportfejlesztési feladatainak támogatására évi 300 millió forint érkezik a nyíregyházi szervezethez. Ez egy többlet feladatok ellátására fordítható összeg. Én azt gondolom, hogy két kategóriát kell megkülönböztetnünk, a fejlesztési és a működési kategóriát. Vannak komoly terveink természetesen, most mi nagyon hirtelen jött ez a dolog, úgyhogy elkezdtük a tervezési fázist. Mindenféleképpen olyan és ahhoz hasonló produkciókat és attrakciókat kell csinálnunk, amit az elmúlt időszakban, csak most már egy tényleg tervezhető és egy biztos forrás rendelkezik arra, hogy bizonyítsuk azt, hogy megérdemeljük ezt a kiemelt támogatást. A 2011-ben megfogalmazódott városi sportcél teljes egészében megvalósult, és bizonyos tekintetben többet is sikerült elérni, mint ahogyan azt korábban remélni lehetett. Erről már dr. Kovács Ferenc polgármester beszélt a hétfő reggeli sajtótájékoztatón. A sportcentrum létrehozása után a megfelelő működési feltételek megteremtése és az infrastrukturális fejlesztések megvalósítása is kellett ahhoz, hogy a sportban is sikereket érjünk el. A Continental Arena több mint 2 milliárd forintos felújítása, a jégpálya, a városi úszoda és az atlétikai centrum elkészülése után jelenleg a stadion sportcentrum jellegű fejlesztése és a teniszcentrum jövőbeni fejlesztése van még hátra, de ezen kívül a 27 szabadidős kondipark, a rekordtán futópályák építése, a kerékpárút hálózat fejlesztése és az erdei tornapálya is mind sportolási lehetőséget biztosít a városban. Ezek mindegyikéhez, különösen az infrastruktúrális fejlesztéshez volt nélkülözhetetlen a kormányzati támogatás, tette hozzá a polgármester. Az, amit most jelentettünk be államtitkár asszonnyal, hogy a kiemelt sporttámogatás a legmagasabb szintű támogatásban részesül a sportcentrum és 6 évre, 2021-26-ra. Ez egy óriási új nagy lehetőséget nyit és garanciát lehet tervezni, mert például mi már tervezzük a 2-3-4 év múlva be kell jelentkezni az Európa bajnoki vagy nemzetközi események szervezésére. Tehát ez nagyon fontos, hogy kiszámítható, garantált és előre tervezhető ez a program. És hát külön szeretném kiemelni dr. Szabó Tünde sportállamtitkár támogatását, aki Nyíregyháza képviselője, aki mindig figyelemmel kísérte és kíséri a Nyíregyháza utánpótlás nevelést is. Nagyon fontos döntést hozott meg a magyar kormány, segítve a vidéki sportegyesületeket hosszú távon kiszámíthatóan. Erről már dr. Szabó Tünde sportállamtitkár beszélt a bejelentés alkalmával. Hozzátette, ezáltal tudják segíteni az utánpótlás nevelést, az élsportot, a szakembereket, a sportlétesítmények fejlesztését, hiszen 2011-ben megfogalmazódott az a fő cél, hogy mindenki sportoljon, legyenek események és létesítményfejlesztések, ami által olyan bázisok alakultak ki, amelyek tudják segíteni az eredményeket és a sikereket. A Covid hatása is nagyon-nagyon negatívan érintette a sport területét, úgyhogy azonnali beavatkozásra volt szükség. Éppen hosszú távon, ahogy megfogalmazott a kormány döntés is, 17 vidéki sportszervezet kapott támogatást, ebben Nyíregyháza a kiemelt kategóriába tartozva 300 millió forintot tudott megkapni, amely természetesen nagyon-nagyon fontos kritériumrendszereknek kellett megfogalmazva legyenek, és
és ténylegesen azzal, hogy nagyon sok minimum 14 szakosztállyal kell rendelkezzene a legfelsőbb kategóriában lévő, vagy több mint 1000 leigazolt sportolóval kell rendelkezzen, valamint a képzési rendszer, a szakedzői és a szakmai embereknek a munka és az eredményessége is megmutatta azt, hogy Nyíregyházának itt van a helye benne a kiemelt sportegyesületek körében. Már 2018-tól létezik ez a program, de akkor még nem volt minden évre kiszámíthatóan hosszú távra megfogalmazódva a kormány döntése. Most azonban 2021-től 26-ig minden évben hasonló nagyságrendű támogatás éri a sportszervezeteket, tette hozzá az államtitkár, aki elmondta, az elszámolása a bérekre, az adminisztrációra, a járulékokra és minden versenyeztetéssel kapcsolatos kiadásokra forrást biztosít. Új emlékhely született Nyíregyházán. A Városi Galéria falán mától gránittábla őrzi Normántas Paulius emlékét. A litván származású évtizedekig Nyíregyházán élt fotóművész tiszteletére kiállítás is nyílt alkotásaiból. A különleges alkalomra megbízott miniszter és az Újságíró Szövetség tagjai is érkeztek Litvániából, akik a városvezetéssel közösen avatták fel az emléktáblát és a tárlatot. A litván és a magyar himnusz egyaránt felcsendült a Városi Galériában tartott ünnepség nyitányaként. Normántas Paulius Litvániában született, de Nyíregyházán alapított családot, így mindkét országot hazájának tekintette. De leginkább a Távol-Keleten volt otthon, abban a térségben, amely megmagyarázhatatlanul vonzotta, s ahol rengeteg expedíciója során képeinek ezreit készítette. A fényképezés számára egy módszer volt, aminek segítségével mesélt a távoli tájak embereiről és kultúrájáról. Az egyik legfontosabb fogadalma az volt, hogy igazságot kell terjeszteni a Himalájáról, az ott élő népekről is, ő ezt teljesítette a fényképei segítségével. 1983-ban költözött Magyarországra, s bár a következő évtizedeket utazásokkal töltötte, például ősi finnugor népeket is meglátogatva, egyszerre volt litván és magyar is. Az örök út a hazám, vallotta. Az avatáson Nyíregyháza polgármestere hangsúlyozta, emléktáblát állítani egy olyan embernek, akit elismert és tisztelt a közösség, felemelő dolog. Ez segít megőrizni az emlékét, felidézni a munkásságát és azokat az értékeket, amelyeket élete során teremtett. De Normántas Paulius sokkal többet is tett ennél, kapocs volt a nemzetek között. Utazásai során azokat a rejtett értékeket kereste és örökítette meg, amelyek a legtöbbet jelentik a világon. A Nyíregyházán lakó, de mindig utazó fotóművész munkásságával egy olyan gazdag kordokumentációt hozott létre, amelyből sokat tanulhat majd a jövő nemzedéke. Hagyatéka nyugodtan kijelenthetjük, az egész emberiség számára jelent. A polgármester hozzátette, számunkra különösen becses fotósorozatot is tartalmaz életműve, amely a kelet-magyarországi kisfalvakban élő roma közösségek életét mutatja be. Ezért is fogadták örömmel és karolták fel a Litván Köztársaság Nagykövetségének és a Litván Újságírók Szövetségének kezdeményezését, az emléktábla állítását, melynek fényét most egy időszakos kiállítás is növeli. A megnyitón elhangzott, Normántas Paulius körülbelül 20 országban járt és 100 000 fotót készített, melyekből 1500 albumokban jelent meg, 2000-et kiállításokon láthattak másfél tucatnyi országban, és több díjjal ismerték el munkásságát mindkét hazájában. A rendezvényen barátja, Kincses Károly úgy fogalmazott, a művei mögött érdemes, a mindennapjaiban nagyon tudatos, és az egész életében nagyon impulzív, áradó személyiséget is keresni. A muzeológus fotótörténész hozzátette, Normántas Paulius választott neve a szabad szél személyisége lényegének kifejezője. Beleélte magát abba a helyzetbe, amiből fényképezett. És ez azért érdekes, mert hogy ez a módszer megmaradt aztán a későbbiekben is, akármerre járt, ott az volt, nem is a fényképezőgépet vette elő, hanem saját maga személyiségét tolta be a helyzetbe. Először elfogadtatta magát, és utána alakultak azok a helyzetek, ahol fényképezett is. A művész emlékére elhelyezett emléktáblát, mely hídként köti össze országainkat, a litván vendégek a városvezetéssel közösen koszorúzással avatták fel. A gránitba vésett szöveg hirdeti,
A világutazó, fotóművész, újságíró, költő, misztikus, vizuális antropológus, a Himalájába szellemes csavargó Litvániában született, és Magyarországon, Nyíregyházán búcsúzott el e földi világtól. Az alkalomra a Vikár Sándor Zeneiskola tanárai, Olajos Gábor és Lahocsinszki Ágnes a fotói által ihletett művet is komponáltak. Ez kizárólag a megnyitón hangzott el, viszont a képei augusztus 7-ig láthatóak a Városi Galériában. Az egyes típusú cukorbetegséggel élők helyzetét könnyítő, valamint a bölcsődék létesítését egyszerűsítő döntéseket is hozott hétfői ülésén a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs. Erről Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter, az operatív törzs vezetője számolt be. Az a célunk, hogy az egyes típusú diabéteszben küzdők is a lehető legmagasabb színvonalú ellátásban részesülhessenek, és a lehető legmodernebb technológiát kaphassák meg Magyarországon is. Ennek érdekében már tavaly január 1-től állami támogatással lehet szenzort használni, ez a cukormérésére alkalmas eszköz, illetve megemeltük az inzulinpumpa támogatását is. Most egy teljesen új döntésről tudok önöknek beszámolni, ez azt jelenti, hogy egy új generációs inzulinpumpa is állami támogatással elérhető lesz. Ez a 18 év alatti, illetve a felsőoktatásban tanuló 24 év alatti egyes típusú diabéteszesek számára 98%-os támogatást jelent a felnőtteknek, vagy a 24 év feletti nem felsőoktatásban tanulók számára egy 80%-os támogatást ad az újszerű, korszerű automata inzulinpumpához. Idén több mint 10%-kal többen ajánlották fel online módon adójuk 1%-át a tavalyi adatokhoz képest. Az adó 1% nagy segítség az egyházaknak és a civil szervezeteknek. 2020-ban kicsivel több mint 40 milliárd forintot ajánlhattak fel az adófizetők Magyarországon, ebből közel 18,6 milliárd forintról nyilatkoztak. Az adózók minden évben támogathatják az egyházakat és a civil szervezeteket adójuk 1+1%-ának felajánlásával, ezzel bárki élhet Magyarországon. Ez a bevételi forrás minden évben minden érintettnek fontos, a járvány miatt pedig most még nagyobb jelentősége van az 1%-oknak. A lakosság egyre inkább nyit az online ügyintézések felé, ez meglátszik az adófelajánlások esetében is, több mint 1 millióan választották ezt a lehetőséget. Adózás tekintetében jellegadó és meghatározó változások történnek a mai Magyarországon. Ugye egyrészt arról van szó, hogy többen és többen rendelkeznek az adójuk 1%-áról. 2021-es információnk és adatunk nincsen, de például 2020-ban több mint 2,2 millióan ajánlották fel az adójuk 1%-át. Az utóbbi időben pedig azt láthatjuk, hogy a digitalizáció itt is teret nyer. Egy évvel való összehasonlításban, vagyis a tavalyi évvel való összehasonlításban 100 000-rel többen ajánlották fel online formában, tehát 100 000-rel többen ajánlották fel online formában az adójuk 1%-át, ugye az ő összes számuk így 1,2 millió főre tehető. A digitalizációnak köszönhetően könnyebb, egyszerűbb és átláthatóbb a rendszer, mind az adózó, mind pedig az adóbeszedő számára jó lehetőség. Az online felajánlás idő és költséghatékony, az adózó egyszerűen kiválaszthatja, kinek szeretné adni a +1%-ot. A kormányzat digitalizációja és adókönnyítési politikája ebben a tekintetben is látható, egyrészt egy tételes lista jelenik meg a civil szervezetekről, az egyházak esetében pedig, aki tavaly vagy a korábbi években már felajánlotta az adóját, annak megmarad a rendszerben a kiválasztott egyház, így ha valaki nem szeretne rajta változtatni, akkor neki automatikusan ott lesz a korábbi döntése, tette hozzá Pásztor Szabolcs. 2020-ban mintegy 19 milliárd forintot kaptak az adózóktól a civil szervezetek és az egyházak. 2020-ban mintegy 40 milliárd forint felett rendelkezhettek az adófizetők 1% tekintetében, és 18,6 milliárd forint erejéig éltek is a felajánlási lehetőségeikkel. Tehát tulajdonképpen a civil szervezetekhez, illetve az egyházakhoz mintegy 19 milliárd forintnyi felajánlás érkezett. Digitalizáció tekintetében egyre látványosabb az, amit az adórendszer is
láthat, hiszen az adóhivatal e-SZJA portálján március 15, illetve március 20 között mintegy 5 milliós látogatottsági szám realizálódott. Ez egyébként a korábbi évvel való összehasonlításban mintegy 17%-os növekedést jelent. Ez egész ékes bizonyítéka annak, hogy az adózás tekintetében is gyorsuló ütemű Magyarországon a digitalizáció. A civil szervezeteket segíti, hogy már akkor is megkaphatják a felajánlásokat, ha köztartozásuk van. Idén május 20-áig is több mint 40 milliárd forintról dönthettek az adózók. A 2021-es nyilatkozatok feldolgozása jelenleg még folyamatban van. Családi napot szervezett az Életforrása Egyesület a Nyíregyházi Állatparkban. Mindjárt jönnek a részletek, de előtte nézzük a nap további híreit. 2020-as évértékelő gyűlés tartott a hétvégén a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Polgárőr Szövetség. A találkozón szép számmal jelentek meg polgárőrök, akiknek Farkas József megyei főkapitány is megköszönte a munkáját. A gyűlésen kitűzték a 2021-es feladatokat, valamint kitüntetéseket adtak át azoknak, akik a pandémia idején kiemelkedően helytálltak. Burkolati jeleket festettek vasárnap az Országzászló tér mellett a Szarvas utcai csomópontban. A munkálatok idején forgalomkorlátozás volt az érintett szakaszon. Parkoló autóknak rohant egy jármű, aminek a vezetője nem tudta követni a kanyar ívét a Semmelweis utcán. Jelentős anyagi kár keletkezett, rendőri intézkedés követte a balesetet. Pálya elhagyásos baleset történt Nagycserkesz előtt, eddig tisztázatlan okokból lefutott az úttestről egy motoros, 8 napon túlgyógyuló sérülésekkel szállították kórházba. A rendőrség vizsgálja a baleset okát és körülményeit. Több mint 3000 fő vett részt a Szociális Gondozók, Ápolók családi napján a Nyíregyházi Állatparkban. Az Életforrása Egyesület 51 intézmény munkatársainak és családjainak szervezett programot, ezzel is megköszönve azt a kiemelkedő munkát, amit a koronavírus járvány alatt végeztek. Az Életforrása Egyesület programsorozatának legutóbbi állomása egy közös családi nap volt a Nyíregyházi Állatparkban. 51 intézménnyel és 3000 fővel érkeztek szociális gondozók és ápolók, valamint családtagjaik. A szervezés nem kis feladat volt, az Egyesület megköszönte az állatkert együttműködését és segítőkészségét is. Az elnök Hadobásné Kis Hedvig beszédében kiemelte, büszkék a megyebeli ápolók és gondozók minőségi munkájára. Összességében elmondhatjuk, hogy ezek az ápolók, ezek a gondozók a szakmának a bizonyos szociális gondozó és ápolói területén a maximumot nyújtják. Akkora öröm és boldogság számomra, hogy taníthatom őket, vizsgáztathatom őket, és így ezáltal képet kapok arról, hogy most ők valóban ezt hogyan is teszik. Az elmélet és a gyakorlat, azt szoktuk mondani, hogy nem vág össze, de itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe mindig is arra törekedtem, és törekszenek az ápolók is, hogy ez igen, egy legyen. Amit megtanulnak a tankönyvbe, elméletbe, azt folytatják a gyakorlatba. És ez volna a lényege, hogy jó gyakorlatokat hajtsunk végre, jó gyakorlatok legyenek, amelyeket megosztanak egymás között, és itt a megyében a 97 intézmény már erre törekszik. Az intézmények átadják egymásnak a jó gyakorlatokat, ezzel is tudnak fejlődni, hogy egyik a másiknak példát mutat, tette hozzá az elnök. Az Életforrása Egyesület az állatkerti látogatással a szociális és egészségügyi területen dolgozóknak szerette volna megköszönni azt az áldozatos munkát, amit az elmúlt hónapokban a koronavírus járvány kapcsán végeztek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élőkért. Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, idősödő társadalomban élünk, így a szociális szférában dolgozók munkájára egyre nagyobb az igény. Az idős emberek, a mi szüleink vagy nagyszüleink, ha oda kerülnek, akkor minőségi életet szeretnének élni. Én az elmúlt napokban több demencia gondozó vizsgán vettem részt, pontosabban a vizsgabizonyítványok átadásán, és látom, hogy milyen felkészültek, milyen lelkesek. Én azt gondolom, hogy ez a nap is ráirányítja a figyelmet a szociális szférában dolgozókra, nem maradhatnak az árnyékban. Azért, amit tettek a pandémia alatt, helytáltak csak úgy, mint az egészségügyi dolgozók,
helytáltak úgy, mint a rendőrök, katonák, katasztrófavédők, hiszen az idős otthonokban nagyobb eséllyel terjedt a vírus, mégis itt a megyében sikerült ezeket az idős otthonokat megvédeni a vírus terjedését. A szociális szférában dolgozók nap mint nap találkoznak azokkal az idős emberekkel, akik nem csak hétköznap, hanem a hétvégeken és az ünnepnapokon is igénylik az ellátást. Ezt a fáradhatatlan munkát meg kell nekik köszönni. Így fogalmazott Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke a szombati családi napon. Nem lehet végezni ezt a munkát elhivatottság, empátia és emberség nélkül. És a szociális dolgozókban ezek a tulajdonságok mind összpontosulnak, kell, hogy összpontosuljanak, mert akkor tudnak eredményeket elérni, és akkor tudják azt mondani, hogy igen, az én munkámnak volt értelme, és valóban használtam is az embereknek. És ezt a munkát nem lehet elégszer megköszönni. Ezért örülünk annak a szervezésnek, amelynek a keretében most nem csak ők, nem csak a dolgozók, hanem a családtagjaik és a gyerekek is itt lehettek, hiszen egy szociális dolgozónak nagyon fontos az, hogy olyan stabil családi háttér álljon rendelkezésére, ahogyha hazamegy, akkor azt a stresszt, azt a rengeteg nehéz pillanatot azt fel tudja dolgozni, és ebben a legjobban a család tud neki segíteni, és ezért nagyon komoly szervező munka az, hogy most itt valóban az egész család itt tud lenni, és egy kicsit ki tudnak kapcsolódni. A több mint 3000 vendég megismerhette az európai szinten is híres nyíregyházi állatparkot. A Tölgyerdőben kontinensenként láthatta a több mint 500 faj 5000 egyedét a szombati családi napon. Híradónk végén nézzük főbb híreinket, még egyszer röviden. Évi 300 millió forintos sporttámogatást kapott a következő 6 évre a Nyíregyházi Sportcentrum. Az összegből hosszú távon kiszámíthatóan tudják majd finanszírozni az élsportot, az utánpótlás nevelés, de akár a szakemberek bérét és járulékait, vagy a sportlétesítmények fejlesztését is. Emléktáblát avattak a Városi Galéria falán Normantas Pauliusra emlékezve. Az esemény részeként időszaki kiállítás is nyílt, a Litvániában született, Nyíregyházán családot alapított, így mindkét országhoz kötődő fotóművész tiszteletére. Idén több mint 10%-kal többen ajánlották fel online módon adójuk 1%-át a tavalyi adatokhoz képest. Az adó 1% nagy segítség az egyházaknak és a civil szervezeteknek. 2020-ban kicsivel több mint 40 milliárd forintot ajánlhattak fel az adófizetők Magyarországon, ebből közel 18,6 milliárd forintról nyilatkoztak. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, további kellemes estét kívánok. Viszontlátásra!